Németh Lászlóval, az Ipartestek Országos Szövetségének elnökével beszélgetünk. Milyennek látja országosan az ipartestületek helyzetét? Hát nagyon nehéz helyzetben vannak az ipartestületek, ugye mi csak tagdíjból élünk, tehát nekünk minden tagért meg kell küzdenünk, hiszen mi egy érdekképviselet vagyunk, és minden állami támogatás nélkül dolgozunk. Tehát vannak ugyan pályázataink, amik viszont szakmai megvalósításokat igényelnek, tehát azt arra kell fordítani, de állami támogatást nem kapunk, és így az önkéntes tagsági díjakból élünk, illetve azokból a bevételekből, amiket az ipartestületek a szolgáltatások útján tudnak szerezni, ilyen helységbérletek, könyvelési, adótanácsi szolgáltatások, vagy éppen képzések, amiket megszerveznek az iparosoknak azért, hogy a szakmájukat tudják gyakorolni. Épp ezt akartam kérdezni, az iparosok mennyire képzik magukat, tehát mennyire napra készek, mennyire tartják fontosnak, hogy több lábon álljanak, esetleg újabb szakmákat is megtanuljanak? Hát a szakmákat újat nem is, de azért néha váltani kell, hiszen azért egy-egy szakma megszűnőben van, vagy éppen annyira megújul, gondoljunk csak az irodagép műszerészekre, akik ma már ugye legfőképpen a pénztárgépekkel, vagy éppen a számítógépek javításával foglalkoznak, tehát újra kellett magukat képezniük. De végül is tulajdonképpen minden szakma azért újabb és újabb kihívásokat támaszt, ahogy alakulunk, ahogy fejlődünk, hiszen csak gondoljunk arra, hogy a cukrászoknál is mennyi új alapanyag is megjelent, vagy éppen akár az építőiparban, tehát a holtig való tanulás az azért a kisiparosoknál, a kis és családi mikrovállalkozásoknál is megvan. És hát azért a képzés is változik, hiszen ma már azért nagyon sok egy-két főt foglalkoztató kisvállalkozó is iparos tanulót foglalkoztathat, sőt vannak gyárak, ahol azért 10-20 gyerekkel is foglalkoznak. Ebben hogyan tudnak önök segíteni? Tehát, hogy egymásra találjon a tanuló és a mester. Hát ugye pont ez volt itt a mai nap lényege is, hogy azért itt egy oktatóintézet, és tehát annak az alapítványával dolgozik együtt az ipartestület, hogy éppen a szakmunkás képzést tudják segíteni, hiszen azért elengedhetetlen egy duális képzésbe, hogy a gyerek a műhelybe menjen el. Nekem meggyőződésem, hogy a nagy gyáriparban nem fog a szakmunkás olyan képzést kapni, olyan komplex képzést semmiképpen sem, mint amilyet egy kis műhelybe kaphat. És azt a tudást ott, hogyha megszerzi, azért megállja a helyét egész életébe, legalábbis itt a szakmát tekintve biztos, hogy teljes A-tól Z-ig mindenféle képzést megkap egy műhelybe, ami a kis műhelyt illeti. Tehát nem egy munkafolyamatot végez. Az iparosoknál azért bent van az, hogy a felnőtt képzésbe is részt kell vennünk, hiszen tulajdonképpen magukat, a vállalkozóinkat is kell képezni, illetve az alkalmazottjainkat is. Gondoljunk csak a rengeteg jogszabályra. Most éppen ugye egy aktuális téma, hogy a fuvarozóknál az 5 évvel ezelőtti törvényváltozásból adódóan meg kell újítani a GKI kártyákat, ami azért súlyos pénzekkel is jár, hiszen azért ezeket a vállalkozásokat súlyosan terheli ezeknek a költsége, hiszen nem egy alkalmazottról van sokszor szó. És bizony nem olyan régen egy fuvaros, aki elém állt, ő mondta, hogy a 98-ban felvett sofőrjére már több mint 1 millió fordított oktatásba, hiszen azért általában ezeken az autókon van autódarú is, és ugye változtak a nehézgépkezelő jogosítvánnyal kapcsolatos jogosítványoknak a kiadási rendje is, és maga a bejött ugye a GKI kártyára való képzés is, ami most újra lejárt, tehát bejön még egy ADR vizsga, ezeket folyamatosan képezni kell ezeket az embereket, és bizony nagyon nagy teher rakódik ezekre a vállalkozásokra, de beszélhetnénk más szakmáról is, hiszen nagyon sok helyen vannak ilyen képzések, és kötelező képzések is. Akkor azt gondolom, hogy a mai nap egyfajta ilyen párbeszéd is a szakemberek között, hiszen gondolom, hogy tud beszélgetni itt igazgató úrral, polgármester úrral is, hogy miben tudnak partnerek lenni a jövőben. Természetes, hiszen az ipartestület itt azért egy megújulóban lévő ipartestület, ezért is van az, hogy mi is próbáljuk segíteni országos szinten is, hiszen ezeknek az ipartestületeknek itt a helyi politikai erővel, az önkormányzattal kell tartani a kapcsolatot, hiszen a kicsik sokszor nem tudnak önállóan fordulni az önkormányzathoz sem,
hogy a helyi gazdaságból kivegyék a részüket, és itt egy összekötő kapocsnak kell lenni az ipartestületnek, meg hát ugye ugyanennek az ipartestületnek meg kell találni az iparosoknak és a tanulók közötti közvetítői részt is. Egyébként maga az IPOSZ azért abba próbál segíteni itt éppen a helyi ipartestületnek, hogy mivel megjártunk Észak-Alföldi régióba egy jogpontok nevű foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogsegélyszolgálatot, ide az ipartestülethez is letelepítettünk egy ilyen jogsegélyszolgálatot, ahol a munka világából adódóan minden kérdésre akár a vállalkozások, akár a munkavállalók fordulhatnak, és ez egy ingyenes jogsegélyszolgálat. Akkor azt gondolom, hogy mindenkinek van még mit tanulnia, hiszen ahogy elmondta, változnak a jogszabályok, amelyhez alkalmazkodni kell. Én minden esetre azt kívánom, hogy segítse a karcagi megújuló ipartestületet az IPOSZ országos vezetősége is, ahogy tudja. Az IPOSZ-nak minden ipartestületért meg kell küzdeni, ugyanúgy, ahogy minden ipartestületnek minden vállalkozójáért, hiszen ez az érdekünk, és ezért vagyunk érdekképviselet. Köszönjük szépen! Köszönöm én is a lehetőséget! Köszöntöm nézőnket, a Dériné Kulturális Központban rendezi meg a szakmabárt a Karcagi Ipartestület és a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakiskolájának az alapítványa. Pardi Sándor főigazgatóról beszélgetünk. Miért fontos, hogy az ipartestület és az ő számukra képző iskola együttműködjön és közösen szervezzen ilyen jótékony bált? Én ezt az egész szervezést és az egész bálnak a örökségünk tulajdonképpen, mert mikor megalakult a centrum, már működött. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó a kapcsolat a szakképző, a Varró iskola és az ipartestület között. Az elképzelés, amit megfogalmaztak a pénz felhasználásra, bál bevételéből, nagyon hasznosnak tartom és jó dolgok tartom, hogy olyan célokra próbálják fordítani, amely egyrészt a szakképzést erősíti, segíti, illetve az ipartestületnek a működési feltételés, illetve a helyi kialakításában különböző karbantartásokat tudnak elvégezni ebből az összegből. A centrumhoz azért Karcag mellett több iskola is tartozik. Hogyan látja a Varró helyzetét a többi iskolához képest? A tekintettel arra, hogy a Varró a centrum közelségében van, úgy gondolom, hogy itt sokkal közelebb vagyunk, illetve szorosabb a kapcsolat az iskolával és a centrum között. Ez a fajta kezdeményezés, ami már hagyomány Karcagon, hogy a szakképző centrum és a ipartestület együttműködik, én azt gondolom, ki fogjuk terjeszteni a környező, illetve azokra az iskolánkra is, amelyik működik járási székhelyeken. Tehát szeretnék ezt a célt ott is megvalósítani. Reméljük, hogy eredményes és sikeres lesz ez a mai bán, de azt gondolom, a jó hangulatot már hallják nézőink is, hiszen vacsorán már túl vagyunk és elkezdődött a báli része a mai estének. Lesz a folytatás, tehát a bál véget ér, de lesz-e olyan közös program a tanév során, amit szeretnének még együtt megvalósítani? Hát a közös program, ami tulajdonképpen a centrum szinten fog megvalósítani, március 31-ére tervezünk egy nagy konferenciát ebben a helyiségben, ami azt jelenti, hogy szeretnénk, hogy egy 150-180 fő részt venne. A címe az lesz a szakképzés jövője, jövő szakképzése. Egy egésznapos konferenciát szervezünk erre napra, ahol meg fogjuk önöket is hívni majd. Akkor azt gondolom, hogy lesz még miről beszélni, hiszen az iparosság és a tanoncképzés az mindig összekapcsolódott, és itt az előbb elnök úr is elmondta, hogy fontos, hogy mindenki képezze magát, tehát egy mester nem állhat meg a tudásánál, hanem frissítenie kell, amiben a centrum is tud segíteni. Hát az élethosszig tartó tanulás, szokták mondani ezt a szlogen, én azt gondolom, hogy nem csak a diákra, hanem a felnőttre ugyanúgy vonatkozik, tehát nekünk is tanulni kell folyamatosan annak érdekében, hogy versenyben maradjunk. Akkor jó tanulást kívánunk, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Lacik Dénesnével, az ipartestület Karcag elnökével beszélgettünk, mint a mai másik főszervezőjével. Azt gondolom, hogy már egy picit megnyugodhat, hiszen látszik, hogy jól sikerült ez a bál. Igen, szerencsére a létszám is nagyon szépen alakult, és a hangulat is nagyon jó. Mire gyűjtenek, hiszen itt főigazgató elmondta, hogy ők mire gyűjtenek, de az ipartestület mit szeretne, hiszen minden évben azt szoktuk hallani, hogy elsősorban a székház felújítására. Ez most van ebben az évben is? Igen, hát mindig ez a célunk, hogy a székház felújítására. Az az igaz, hogy voltak is kisebb javítgatások mindig, mert azért elég nagy az épület ahhoz, hogy teljes egészében felújítsuk. Most megint csak ez a célunk, de nyilvánvaló, hogy nem ennek a bálnak a bevételéből, hanem ehhez még nagyon-nagyon sokat kell gyűjtenünk.
mit kell tudni a karcagéparosságról, hiszen megújulóban van a vezetőség és a testület is, a tagság az mennyire fiatalodik? Hát azért úgy eléggé elaludtunk az elmúlt időszakban, és most úgy döntöttük, hogy rázzuk meg magunkat egy kicsit, és kezdjük valahogy újra. Igyekszünk a kapcsolatot jobban tartani a tagokkal, remélem, hogy ez azért rövid időn belül sikerül is. És hát azt hiszem, hogy az is egy jó példa arra, hogy a Varró a képzésben is tud segíteni az iparosoknak, hiszen elnök úr is elmondta, hogy tanulni kell az iparosságnak is, mert nem lehet leragadni a megtanultaknál. Az a jobb pont, amit ide elhelyeztek önökhöz, azt gondolom, hogy sokat segít az iparosságnak. Igen, ez természetesen így van, és nem véletlen az, hogy ennyire szoros a kapcsolatunk a szakmunkásképzővel. Egyrészt azért is, mert szakmunkás hiányban is mindannyian az iskolától várjuk azt, hogy jobb legyen a helyzet. Másik pedig az, hogy nyilván, hogy a vállalkozóknak, iparosoknak is képezni kell saját magukat, mert mindenféle tekintetően, minden területen változik a technológia, és annyira rohamosan változik a világ, hogy ezt azért követni kell mindenkinek. És hát reméljük, hogy a bál még sokadik alkalommal megrendezésre kerül a jövőben is, hiszen ez fontos, hogy együttműködjenek a városban ezek a szervezetek. Igen, ez tényleg nagyon fontos, mert azért mindenki el van foglalva egész héten, meg egész hónapban is. Nagyon jól esik kikapcsolódni, egy kicsit beszélgetni, egy kicsit, bár ahhoz, hogy beszélgetni tudjunk, ki kell jönni a folyosóra, mert a zene mellett nem igazán lehet, de azért jó találkozni. Igen, és hát gondolom, hogy ez jó alkalom arra is, hogy előkészítsenek újabb rendezvényeket, újabb megbeszéléseket. Igen, hát ez éppen napi rendi ponton van, hála az önkormányzatnak, egy pályázaton nyertünk pénzt, amit éppen erre szeretnénk fordítani, hogy egy ilyen közösség megújító, vagy egy ilyen kapcsolatteremtő programot hozzunk létre belőle. Hát akkor én jó munkát kívánok önöknek, és a mai bálnak pedig sok-sok bevételt. Nagyon szépen köszönjük!